Magyarnak lenni az nem azt jelenti, hogy az ember magyarul beszél. Az roppant kevés. Nagyon jó dolog magyarul beszélni, de roppant kevés. Nem annyit jelent, hogy az ember azokat a jelképeket hordja magán, amelyek magyar jelképek. Magyarnak lenni annyit jelent, és annyit jelentett régen is, hogy magyar módon kell élni. Nos, ez hiányzik az életünkből. Lassan, észrevétlenül nem tudunk már magyar módon élni. Azok a szokások, azok a szokásokkal együtt lévő tulajdonságok, amelyek ránk jellemzőek voltak itt Európában, azok úgy lassan, szépen, észrevétlenül eltűnnek az életünkből. Ezért határoztam el, hogy ma ezen az alkalmon elmegyünk Gyimesbe, a keleti Kárpátokhoz, ott, ahol a gyimesi csángók élnek. Gyimes ezelőtt 200-250 évvel ezelőtt népesült be a Tatros völgye, a Gyimes völgye, és részben Moldvából jöttek oda csángó magyarok, részben pedig székelyek telepedtek oda, és igen kevés számú román is. Aki székelyként oda telepedett, az mind csángó lett, viselkedésében, viseletében is, hiszen viselet és viselkedés összefügg egymással. Aki románként telepedett oda, az is csángó lett. A csángóságnak annyi köze van a székelyhez, mint amennyi köze a matyónak a palóchoz van. Természetesen ugyanehhez a néphez tartozik, a csángó is, meg a székely is, csak két különböző tulajdonságú, különböző feladatú nagy nemzetségről van szó. A keleti Kárpátok és a déli Kárpátoknak a vonulata az, ami látszik, és nagyon régtől a mondák, az eredet mondák szerint a moldvai csángóság ott él ezen a vidéken, a Kárpátokon túl. Némely eredet mondában azt találjuk, hogy a hunor és magori korból, tehát a történelem előtti korból már ott élnek a csángó magyarok. A régészek, akik kint jártak ezen a tájon, egyebek között Fodor István is, az esküszik arra, hogy a hét magyarokat, tehát Árpádnak a hét magyarjait már itt fogadták a csángó magyarok, illetve a hét magyarok itt találták a csángó magyarokat. Ezek a csángó magyarok szerepük szerint nem elcsángálók voltak. Nem tudom, mennyire köztudott az, hogy a 19. századnak a második felében ez iszonyatos ránk nézve magyarokra, nem csak a kiegyezés miatt, nem csak azért, mert akkor alakult meg az első liberális magyar kormány, és pusztulása alapozódott ennek a nemzetnek, hanem azért is, mert a történelmünk teljes hamisítása akkor vált igazán erőssé. Ez a történelem hamisításhoz hozzátartozott az is, hogy a csángó népnevet egy csángálni, illetve csángni igéből vezették le. Ilyen ige a magyar nyelvterületen sehol nem található, sehol nem ismerik. Igen gazdag a mi nyelvünk. A mi nyelvünk 800 ezer szóból tevődik össze, és a 800 ezer szó az szóbokra szerkezetű, ami itt Európában csak a magyar nyelvnek a jellemzője. Ősi nyelv, ősnyelv a magyar. És tudjuk azt, hogy a mi menni igénket igen sokféleképpen ki lehet fejezni. Ki lehet mondani úgy is ezt a menni igét, hogy császkál az ember, csámborog, ballag, döcög, bandukol, és sorolhatnám. 50 hasonértelmű szó van rá. Ha valaki ismeri a német nyelvet, európai nyelv, indoeurópai nyelv, akkor ő tudja azt, hogy létezik a géhen, és létezik a spacéren. Most ezzel, hogy ők nem tudják kifejezni azt a sokféle állapotot, ami az ember járása, kelése közben előkerül,
ezzel ők jóval szegényebbek, mint mi vagyunk. Ha az ember szóvá tudja tenni azt, szóvá tudja formálni azt, hogy én ballagok, kószálok, csoszogok, bandukolok, különböző lelki állapotot tud cselekvővé varázsolni önmagába. Ha csak azt tudja, hogy géhen, és azt tudja, hogy spacéren, akkor igen szegény lelki világában. Közel 50 rokonértelmű szó van, amivel ki lehet fejezni a menni igének különböző lelki állapothoz kötődő változatát. De nem lehet kifejezni a csángálni vagy a csángi igével, bár csámborogni tud az ember, mert ilyen ige nem létezett a magyar nyelvbe, mint ahogy említettem, a 19. század második felében akadémikus tudósaink találták ki ezt a két igét. Ma már Csángóföldön is, moldvai csángóknál kevésbé, de gyimesi csángóknál és a hétfalusi csángóknál azt tanulják a gyermekeink az iskolába, hogy valamikor a csángók elcsavarogtak a saját nagy nemzetségtörzsüktől, a székelyektől. Ami természetesen kitalált dolog, mert ők soha nem csavarogtak el semmiféle nemzetségtörzstől. Amikor veszett idő következett a moldvai csángókra, akkor ők bejöttek a szoroson keresztül, és Gyimesben is letelepedtek. A hétfalusi csángókról nem tudjuk, hogy mikor telepedtek ide, Székelyföld és Brassó közelébe, nagyon régtől, a 12. századtól kezdve bizonyíthatóan ott élnek, hiszen okleveleinkben előfordul az ő létük, és itt élnek, mondom, Brassó és a Székelyföldnek a közelébe. Nem csángáltak elők sehova. Nem csángáltak el, a hétfalusi csángók különösen nem csángáltak el, hiszen a székelység közvetlen közelébe éltek, élnek ma is, ma már csak két falu ez a hét falu ott Brassó közelébe. Honnan lehet akkor a népnevük? Egy úrnak a nevét említem, ebben az esztendőben József Attila emlékév van, 100 éve született József Attila, ennek a népnek táltos költője, igen, táltos költő ő, és annak idején őt Horger Antal eltávolította a Szegedi Egyetemre, egyetemről, és megígérte neki, hogy amíg ő ott tanár azon a egyetemen, addig József Attilából nem lesz tanár a középiskolába. Ezért mi nagyon nem szeretjük Horger Antalt. József Attila akkor még nem volt híres költő. József Attilát akkor igen kevesen ismerték csak. És ez a nem híres költő, ez az alig ismert ifjonc azt írja egyik versébe, hogy nincsen anyám, sem apám, sem Istenem, sem hazám. Ezért én is kirúgtam volna az egyetemről. Horger Antalt ennek alapján megítélni nem lehet. Horger Antal kiváló nyelvész. Oda kéne rá figyelni, hogy ő az első a nyelvészek közül, akit érdekel a régi magyar nyelv, és a régi magyar nyelvet ő a hétfalusi csángóságnál fedezi föl, hónapokon keresztül ott él a hétfalusi csángó között. Horger Antal az első tudós, aki szó szerint jegyzi le a hétfalusi csángó meséket, amely a múlt századnak az elején meg is jelent, püskéjék ígéretet tettek arra, hogy második kiadásban megjelentetik, eddig még nem jelent meg. Nagyon nagy baj. Miért fontos az, hogy szó szerint jegyzi le a meséket? Azért fontos, mert a meséket Arany László, a meséket Benedek Elek, és sorolhatnám a nagy mesegyűjtőinket, a meséket nem úgy adták közre, ahogy hallották a mesét. Azokat novelizálták. Az európai gondolkodáshoz próbálták igazítani. Egy példát hadd mondok el. Ha a mesehős azt mondja hétszer, hogy én ide bizony nem megyek be, akkor ezt hétszer le kell írni. A többiek
hiszen szerepe van a hetes számnak, méghozzá mágikus szerepe. Horgen Antalon kívül ezt nem írták le hétszer, leírták egyszer, és odaírták, s mondta a hős még hatszor ugyanezt. Tehát nem ugyanazt kaptuk vissza. Nagyon fontos a gyerek számára is, hallja tőlünk a mesét, hogy valamit háromszor mondunk el, vagy kétszer mondunk el, vagy ötször mondunk el, vagy hétszer mondunk el, vagy kilencszer mondjuk el. Kiváló. Azóta természetesen vannak már olyan mesegyűjtemények, ahol szó szerint jegyzik le a meséket, és ez igen fontos. Ez az egyik erénye, a másik erénye az, hogy a magyar nyelvnek a belső szerkezetével először itt, ebben a hazában, sváb létére ő foglalkozott. Nos, Horger Antal a mesegyűjteményének az elejére ír egy előszót. Ebben az előszóban azt írja, hogy a hétfalusi csángó lányok a sok-sok szalagot, ami az ő gyöngyös koszorújokról alá csüng, azt a szászoktól vették át. Tudni kell, hogy Brassóban is javarész szászok éltek, és a székelyeket pedig így körbe ölelte a királyföld. A Árpád-házi királyénk a 12. században szászokat telepítettek be, királyföld a szászoké. Tehát a hosszú szalagot a szászoktól vették át. Az egyéb ruházati tárgyak, így a hosszú nagy ingjük a hétfalusi csángólányoknak, és minden más, a hétfalusi férfi viselet is, az pedig a románoktól való. Ugye ez a világ legtermészetesebb dolga, bár románok itt a 12. században nem éltek még. Szórványban románok éltek, a Kárpátozán belül, tényleg szórványban, egyetlen egy faluba össze lehetett volna őket gyűjteni. Horger Antal, mivel nem szakterülete, természetesen nem néz utána annak, hogy Szászországban vannak-e hosszú szalagok a lányok gyöngyös koszorújából alácsüngve. Nincsenek Szászországban. De az ember elindul Magyarországról, erre keleti vidékeken fordul meg, a velünk rokon keleti népek lányai, azok bizony mind hosszú szalagosak, és természetesen valaki járt Kalotaszegen, és valamelyik kalotaszegi faluban, ott volt az Isten tiszteleten, mert hiszen Kalotaszeg szinte teljesen két falu kivételével, az református, akkor látja a hosszú szalagos lányokat. Ez nem igaz. Az se igaz, hogy a románoktól vették át a viseletüket, a viseletüknek a többi részét, mert hiszen ha valaki elindul Görögországtól, eljut egészen Dél-Lengyelországig, a gurálokig, akkor azt találja, hogy ugyanolyan viseletűek a hegyi emberek. Tehát ugyanolyan harisnyába járnak, mint amilyenben a csángókat látjuk, ugyanolyan ingük van, amit kívül hordanak a harisnyán, tehát nem tűrik be az inget, mint ahogy én is itt betűrtem, és széles nagy övük van a férfiaknak. A nők azok hát hasonló viseletűek, mint a csángó nők, akik katrincát hordanak. Katrinca a legegyszerűbb szoknyafajta a világon, mert meg kell szönni egy hosszú szövetet, és azt körbe tekeri az asszony magán, és egy övvel fölköti oda. Tehát igen nagy területen, beleértve a bolgárokat, beleértve az albánokat, beleértve a szerveknek egy részét, beleértve a muculokat, beleértve a tótoknak egy részét, beleértve a gurálokat ott fönn, hasonló viseletet hordanak, és egymástól nem vették át. De a viseletek között óriási különbség van, mert a román viselet az szinte minden négyzetcentiméteren ki van használva, hímzett. A románok nagyon szeretik a sok színt, ezért használják a viola színt, a rózsaszínt, használják a kéket, használják a sárgát, a pirosnak különböző árnyalatait használják, a feketét, és nagyon szeretik a fém színeket, ezért ezüsttel is és arannyal is himeznek, és mondom, ruhájukon alig van terület, amit ne himéznének ki. A csángó inghimzése az roppant egyszerű. A férfi ingen, itt a kézelőnél van himzés, és a nyaknál találunk csupán himzést.
A női ingeken a hímzés, a könyöknél is megvan még, és a mellrészen természetesen a nyaknál megvan még, de egészen más, mint a románoké. Aztán Horger Antal úr észreveszi azt, hogy a csángók, a étfalusi csángók is járják azt a táncot, ami harci tánc, és minden hegyi népnél a környéken megtalálható. Ennek a táncnak a neve Borica. Én láttam Hétfaluba ezt, reggel indulnak a legények, ez új év köszöntő tánc, és késő délutánig vagy késő estig járják, és bele nem fáradnak ebbe a táncba. Nagyon katonás tánc, hihetetlen egyszerű lépésekkel, de Japánba hallják, mikor ők táncolnak, mert határozott férfi tánc. Nos, ennél a táncnál csak a csángók használnak csengőket. Ezek a csángó csengők, ezek ott vannak a Boka környékén, ezek malacpörgők. Egészen pici, részből készült, gömbölyded malacpörgők. És amikor Horger Antal úr érdeklődik, hogy mi a neve ennek a csengőkoszorúnak, akkor a csángók azt mondták neki, hogy ezek őrharangok. Tehát a csengőt őrharangnak nevezik. Eszébe nem jutott a mi tudósunknak, aki kiváló ember, hogy utána érdeklődjék, hogy mitől őrharang a bokájuknál lévő csengőfüzér. Amikor én először az 1970-es évek végén ide kerültem Gyimesbe, hiszen akkorról valók ezek a képek, amelyeket vetíteni fogok, akkor a házigazdámnál összegyűlt egy csomó szomszéd ember, és az egyik öregember jóval öregebb volt nálam. Egyik öregember, talán már vénember azóta, remélem még él, megkérdezte tőlem, hogy tudom-e miért nevezik őket csángóknak. És mondtam azt a történetet, amit mindenki tud ebben az országban, mert a székelyektől elcsángáltak. Mondta, hogy ne. Hallottam ő azt a történetet, és mondta a történetet rögtön, hogy annak idején régen, amikor a király szertartásra hívta össze a népét, akkor a csángók csengővel jelezték a szertartásnak a kezdetét. Ez volt az első olyan közlés, amit én nem ismerhettem, mert én is azt ismertem, ami általános ebben a hazámban. Aztán tucatjával kaptam azokat a történeteket, azokat a mondákat, azokat a legendákat, amelyek számomra nyilvánvalóvá tették azt, hogy a csángók népneve az nem a csángálni igéből, nem is a csángni, nem létező kitalált igéből származik, hanem a csángatni igéből. Ugyanis ezt az igét, hogy csángatni, ezt mind a székelyek, mind a csángók ismerik, ez pedig nem más, mint a harangoknak a félreverése, illetve a lármafával való zajkeltés. Aztán sok évvel később Gál Péter barátommal, Szent László királyunk nyomába eredtünk, és akkor kaptuk tucatjából azokat a mondákat, amelybe egyértelművé vált számomra, hogy az ő szerepük a riasztás volt, a csángatás volt, és ők tényleg a csángatók népe. Egyik mondát hadd idézem most föl, ez a mondat pedig úgy szól, hogy annak idején, amíg a csángók a hegyekbe éltek, és csengős lovaik voltak, annak idején itt valahol, túl a Kárpátokon, Moldva vidékén, László még hercegként, megfutamodott a kunok elől, mert a kunok többségben voltak, és megzavarták a herceget. A hegyi csángók, mikor látták ezt a menekülést, akkor este, amikor már a harc elcsitult, oda mentek a szomorú herceghez, és mondták neki, hogy ne szomorkodj te, egy csöppet se. Itt vagyunk mi, a csengős lovainkkal. S ha megengedett, hogy hónap, amikor újra kezdődik a csata, mi a sereg élére álljunk ezekkel a lovakkal, meglásd, az ellenség úgy elfut, de úgy elfut, hogy híre hamba nem marad.
László herceg természetesen megengedte neki, hogy odaálljanak a sereg élére, és valóban győztek is. Amikor a hunok már nagyon messze futottak, akkor Szent László összehívta a népét, mindenek előtt a csengő lovas csángókat, és mondta nekik, mivel olyan szépen csengettetek lovaitokkal, hogy az ellenség megfutamodott, mától kezdve a ti nevetek a csengetők népe. Ti vagytok a csángók. Most ehhez hasonló történetet, ehhez hasonló mondát igen sokat találunk. Ha valaki egy csöppet utána néz ennek, akkor akár Hétfaluban, hétfalusi csángók ne érdeklődik, akár egy imesi csángók ne érdeklődik, akár a moldai csángók ne érdeklődik, ezekkel a mondákkal találkozik, amiből egyértelmű, hogy ők a csángatók népe. Miféleképpen ők a csángatók népe, arról szeretnék még néhány mondatot mondani. A székelyek azok a keleti Kárpátok vonulata mentén hosszú-hosszú területen élnek. A székelyek mellett, ugyancsak nagyon hosszú területen, ott élnek a 12. században Árpád-házi királyaink által betelepített szászok. A szászokat azért kellett betelepíteni, mert igen gyakran betörtek ebben a hazában a velünk rokon tatárok, a Fekete-tenger partján ma magyar tatároknak nevezik őket, igen hosszú időn keresztül betörtek a hunok és betörtek a besenyők. Könnyű seregekkel jöttek, és végigportyázták nem csak a mai Erdély területét, amihez hozzátadik Pátzium is, hanem az Alföldre is bebetörtek. A székelyek, akik ugyancsak gyalogosan vagy könnyű lovassággal vették fel a harcot ezekkel a betörőkkel szembe, nem voltak elegendőek. Ezért Árpád-házi királyink úgy határozták, hogy a várral védekezőket hívják be, a várral védekezők pedig nem mások, mint a szászok. Ha valaki járt mondjuk Prázsmáron, akkor tudja azt, hogy ez egy csodaszép szász városka volt. Azért mondom, hogy volt, mert szász családot három él mindössze, három öreg család nem ment ki Németországba, és Prázsmárnak a kellős közepén ott van a templom, egy gotikus templom, és a gotikus templom körül van egy hatalmas nagy várfal, és a várfalon belül vannak mélyedések, és oda menekültek a szászok, de nem csak a szászok menekültek, amikor jött a ellenség rabolni, fosztogatni, ott volt az élelmük is, hanem a székelyek is menedéket lelhettek ott, amíg a szászok és a székelyek jó megértésbe együtt tudtak föllépni a betörő ellenséggel szembe. Tehát egyik könnyű lovassággal, gyalogsággal védekezik, a másik várral védekezik. Ez a harmadik nagy nemzetség pedig csángatott, riasztott. Az ő dolguk az volt, nagy állattártással foglalkoztak, hatalmas nagy területet belegeltettek. Az ő dolguk az volt, hogy futárt menessenek, ha volt idő arra, hogy futárt menessenek, hogy jön az ellenség. Az ő dolguk az volt, hogy tűzzel jelezzenek, ha észrevették, hogy jön az ellenség. Igen, ám csak a boros idő volt, vagy esett az eső, és nem volt elég idő ahhoz, hogy futárt küldjenek, akkor kénytelenek voltak lármafával, illetve amikor már harang létezett, a harangok félreverésével jelezni. Igen, ők a csángatók népe. Nagyon fontos szerepük volt a magyar hazában. Ehhez még csak egyet teszek hozzá, akármeddig tudnám sorolni ezeket a tényeket, de nem ez a témánk ma. Az, hogy nyugaton ugyanígy megvolt ez a rendszer. Ugyanígy megvolt ez a rendszer. Az én eleim Délvas megyéből, Örségből származnak, és ők a nyugati székelység. Igen, a nyugati székelység. Amikor menekültek, jöttek a második világháborúba, végig az egész országon, és odaértek Örségbe, akkor döbbentet tapasztalták, hogy ugyanúgy mondják, hogy szekérvel, és ugyanúgy mondják a fenyőfának, a lucfenyőnek, hogy bojtos,
mint ahogy ezt Székelyföldön mondják. Ugyanúgy mondják a délre, hogy hóharmat, nem bojtos, fürtösnek mondják a fenyőfát, ugyanúgy mondják, hogy hóharmat, és tudnám mondani, 200 szó teljesen azonos a nyugati székelységnél, tehát őrségbe a székely szavakkal. Sőt, az volt a legnagyobb meglepetésük, hogy ugyanolyan ételeket főznek. És ugyanolyan jók, ugyanolyan befogadók, mint amilyenek a székelyek. Tehát a nyugati székelységnél ugyanúgy megvan ez a könnyű valósággal védekező, és ott is megvoltak a csángók, de ezek a horvátok voltak. Horvátokat érdekes módon ezen a vidéken mócnak nevezték. Horvátok épp úgy, mint a csángók, hatalmas nagy területet belegeltettek a mai Ausztria területén. Ma is számos horvát falu van ott felsőbbségben, amit elcsatoltak tőlünk, őrségben is. De ott vannak a horvák falvak Zala megyében, és ott vannak Somogy megyében is. Tehát a horvátoknak volt a szerepük, a csángó szerep, a székelyek épp úgy védekeztek, mint itt a székelyek, és a bárak pedig beljebb kezdődtek el. De valamit szeretett volna mondani. Szeretném volna megkérdezni, hogy mi az a lármafa? A lármafa... Az egy kiszáradt nagy lapos fa, amit egy másik, ugyancsak kiszáradt bunkóval üt az ember, és valami eszméletlen lármát tud tenni. Méghozzá ezt a fát, amit ütnek, ezt a fát úgy kicsit félkör alakúra, ez felülnéze, alakították ki, hogy nagyobb, nagy legyen a zengésük. Ezt a fajta riasztást egyébként mindenütt ismerték majd. A diákat vetíteni tudom, akkor mutatom azt a területet, Nyimes középlokon, a hidegségbe, Kovás-patak mentén, azt a területet, amit ma is ismernek, hogy honnan lehet átkiáttani Bákuba, és mikor beszéltem erről Beszám Béla bátyámmal, ő mondta, hogy nem csak innen lehet átkiáttani Bákuba, hanem Bákóból is ide lehet kiáttani, mert dobálós visszhang van. Tehát azokat a helyeket is ismerték, ahol dobálós visszhang van, ahol nem visszafele jön a szó, hanem egyik hegy veri a másik hegyre, át oda a Kárpátokon túlra, illetve onnan ide a mai napig számon tartják a jelzésnek a helyeit, ahonnan lármafával vagy harangozással innen oda, de főleg onnan ide jelezni lehetett. Nehogy azt higgyük, hogy ez csak itt van. Csák Máténak egyik vára az Csókakőn volt, Fejér megyében, Mór mellett. Nem régen újították fel ezt a várat, és ha valaki elmegy a Csókakői várba, érdemes egyébként elmenni Csák Máténak ebbe a várába, és északfele kiállt egy nagyot, ugyanolyan dobálós visszhang van. A magyar várrendszernél háromféle riasztást használtak, és a háromféle riasztás közül az egyik, az a csángatás volt. Nos, a csángók, a csángatók népe innen kapták a népnevüket. És hogy milyen erős nagy nemzetség, hát Kimoldvában nem csak a madéfalvi veszedelemkor, hanem előtte is székelyek igen sokan kivándoroltak Moldvába. A nyugati és a déli csángóságot székelyező csángóságnak is nevezik, de azok a székelyek, akik a mandéfalvi veszedelem előtt oda kimentek valamilyen ok következtével, azok mind elcsángósodtak. Akik pedig a mandéfalvi veszedelemkor kerültek oda ki, túl a Kárpátokon, azokat soha nem neveztük csángóknak, ők a bukovinai székelyek. Ezeket a bukovinai székelyeket, akik öt faluban telepedtek meg, ott ezeket Horthy Miklós visszatelepítette Magyarországra. Igen, kemény sors jutott nekik, mert délvidékre telepíti először őket Bácskába, és amikor a szerbek visszabitorolják Bácskát, akkor nekik onnan menekülni kell, akkor Szeged környékére menekülnek. Szeged környékén a ott lévő nagygazdák meglehetősen megalázták őket és kihasználták,
ezeket a szerencsétlen menekülteket, illetve visszatelepítetteket. Onnan tovább mentek Tolna megyében, egy részük ma is Tolna megyében él, egy más részük pedig fölkerült Érdre. A bukovinai székelyeket nem lehet a csángókkal összetéveszteni. Azt szerettem volna elmondani, hogy a magyarság hihetetlen sok nagy nemzetségből tevődik össze. Ilyenek a palócok is, itt Palócföldön vagyunk. Öröm hallgatni Alit, ahogy palócosan beszél. Én is Palócföldről jöttem ide, mert vasárnap még Salgóbányán voltam, a Salgó vára közelében. Nos, ennyit előlegként a csángókról. Ha még késik a vetítő, akkor még valamit szeretnék elmondani, hogy háromféle kapurendszere van, ennek a három különböző feladatot betöltő, különböző tulajdonságú nagy nemzetségnek. Aki tud szeretni a világon, jelző nélkül tud szeretni a világon, az a csángó. Hozzájuk hasonló szeretettel én sehol nem találkoztam, pedig nagyon régóta járom a Kárpát-hazát, mert a haza természetesen Kárpát-haza. 1970-es évek vége, én nem is tudtam akkor még, hogy léteznek a gyimesi csángók, a moldvai csángókról tudtam, a hétfalusiakról tudtam, a gyimesi csángókról nem tudtam. Erdélyt csavarogtam barátaimmal, és esténként kiválasztottuk mindig egy olyan részt, ahol föl lehet venni a sátrat. Ez a rész rendszerint patak mellett volt és erdős vidéken. Na szóval, amikor megérkeztünk Gyimesbe, a Gyimes völgyébe, estefele volt már, éppen próbáltuk fölvenni a sátrat, megjelenik egy kötött csángó ember, akkor nem tudtam ő, hogy csángó, azt hittem a székely, megállt úgy 20 méterre mellettünk, egy darabig nézte, hogy mi killódunk ott a sátor fölverésével, és ránk köszönt. Agyon is te, jó estét! Aztán megkérdezte, hogy cigányok magik? Mondtuk, hogy nem vagyunk cigányok, na hát akkor befelé. Ehhez tudni kell azt, hogy a Ceausescu rendszerbe szigorúan megbüntették azokat az erdélyi magyarokat, akik magyarokat láttak. Na itt lehet bemenni, itt még egy kanyar van és bejutunk a Gyimes völgyébe, illetve a Tatros völgyébe. Itt, amit látnak a hegyoldalon, mert nem domboldal, ez hegyoldal, azok juhok. Van itt egy kis román falu, a románok azok, akik igen sok juhot tartanak, a gyimesi csángók is tartanak juhot, de nagyon keveset ők, tehenet tartanak inkább, és az talán nem köztudott, de ha mondom, ahol a juh legel, ott a tehén nem legel. A ló se legel, a románok foglalkoznak jutartással elsősorban. Itt az út mellett ott vannak ezek a oszlopok. A Ceausescu rendszerben betiltották a fehér virágot a parkokba. Nem lehetett fehér virágot telepíteni, mert piros virág az természetesen lehetett a bolsevizmus miatt is. A zöld meg adódik, hiszen minden növénynek zöld színe van. És itt Gyimesbe, abban az időben, amikor kemény tiltása volt a piros-fehér zöldnek, ezeket az utat szegélyző oszlopokat pirosra, illetve fehérre mázolták, általában volt sárga náluk, vagy csak fehér, és így kiadódott a nemzeti szín. Hidegségben vagyunk, ez a Kovács-pataknak a mente. A Kovács-patak egy igen pici patak, itt nem is látszik jószerében, de ha nagy eső jön, akkor nagyon meg tud dagadni, és ekkora, s ennél nagyobb köveket is hoz le fönt a hegyekből. Ide jöttünk mi akkor, hogy sátrat verjünk. Néhány juhot lehet találni, de azok a patak mentén vannak. Oda, ahol a tehenek legelnek, vagy a kaszáló van, oda a juhokat a csángók nem engedik föl. Hála Isten, igen rossz út van erre. Azért mondom, hogy hála Isten, mert igen kevés turista megy a patakok mentére, és megmaradt minden, ami magyar viselkedés, ami magyar nyelv, ami magyar
szellemiség és a mi magyar viselkedés. És itt van Berszán Béla bácsinak, annak a kötött csángó embernek a háza, meseház, majd látjuk közelebbről is. Itt van egy nyári konyha, minden csángó telken található nyári konyha. A csángó telekről el kell mondani azt, hogy a mai napig a patakok mentén, már csak a patakok mentén föllelhető a legősibb magyar települési forma, ahol ugyanis nem a út mentére építették a házat, eszük ágában nem volt a patak mentére építeni a házat, amelyik időnként megduzzadt, hanem a teleknek a kellős közepére, és ez azért is jó volt, mert keletelni tudták a házat. Ele van kelet, itt éppen a déli nap süt, itt van dél, ott nyugat, aztán arra a hegyek felé, a Kopaszhegy felé, pedig ott van észak. Menjünk közelebb ez a házhoz, meseház ez, most így ugyanígy néz ki. Egy kétosztatú csángó ház, az udvar tiszta, mindig tiszta. Ha valaki tisztaságot, nem svájci tüktigítást, vagy germán tüktigítást, hanem magyar tisztaságot akar lelni, annak el kell jönni Gyimesbe. Én Gyimesbe szerelmes vagyok. 1970-es évek óta, amikor ott előfordultam. Ez egy kétosztatú csángóház, valamikor egyosztatúak voltak a házaink. Van egy első ház, aminek az ablaka keletre, illetve délre néz, van egy második hátsó ház, amelyik konyha és kamra egybe, aminek az ablaka délre, illetve nyugatra néz. Fazsendelyes, valamikor a zsendelyt nem fűrészelték, hanem úgy repegették. Nagyon fontos, hogy repegessék a zsendelyt, mert ha bárdal, illetve szekercével csinálják ezt, hihetetlen ügyesen tudják a csángók használni ezt a kétszerszámot, akkor a szálak nem sérülnek meg. És egy-egy ilyen fazsindelyes tető már csak azért is, mert látják, hogy ezen nincsen kémény, mert szabad tűző kemencéje van. Az a korom, az a koromzsír, ami lerakódik, az igen sokáig megúrja ezt a tetőzetet. Van alul egy pince, általában csángóházaknál, hármas szerkezetű, felső világ, az alsó világ és a közbűső, mint minden életfa képletné, a közbűső az fölfele köt, a tiszta szobájával, az első házával, illetve lefele köt a pince felé a konyhával, illetve a kamrával, mert az a asszonyoknak, illetve a gyerekeknek a állóhelye volt. Sokáig az első házban vendég se aludt a magyar házakban. Az első ház az a háznak a kápolnája, a szó legteljesebb értelmében. A magyar férfi ember, amíg jó idő volt, addig kint aludt a szérűn, és amikor rosszabb lett az idő, akkor a pajtába aludt, amikor még rosszabb lett az idő, akkor pedig az istállóba aludt. Én gyerekként, mivel elején őrségből származnak, aludtam még istállóba. Alig vártam, hogy Pankaszi, paraszt öregapám felnőttnek tekintsen engem, akkor még csak kamaszodó gyerek voltam, és megengedje, hogy én is istállóba aludjak. Erről a kétosztatú csángóházról el kell mondani azt, hogy amikor négyszögletes házakat építettünk, és nagyon régi ez már a magyar múltba, akkor is a legfontosabb dolog az volt, hogy középen ott kell lenni a tűznek. Ennek roppant egyszerű oka van, hiszen a mi ősi hitünkben, nem a kitaládban, mert naponta kitalálnak egy magyar őshitet, aminek semmi köze a népünkhöz. Rendszerint Amerikából visszakerült magyarok, akik régen elveszítettek minden kapcsolatot ezzel a néppel. A mi őshitünkben Isten tűzzel teremtette a világot, a tűzből kipattanó szikrával, amit eleink sziporkának neveztek. Ami régi lakásunkban, amelyik a világ legteljesebb, legtisztább lakása, ez a jurta, Istent ott tartottuk középen.
ennek a jurtának a kellős közepén ott kellett égni a tűznek. A jurta egyszerre volt hajlék, ház, menedékem, testem menedéke és lelkem menedéke, Isten háza, Isten temploma. Mi nagyon régtől keresztények vagyunk magyarok, és igen sokáig nem építettünk templomot. István előtt körtemplomokat építettünk, sőt István után is sokáig kicsi körtemplomokat építettünk, de ez egy másik történet. A lényeg az, hogy amikor négyzetes házban laktunk már, amit építettünk fából, építettünk sárból, amit építettünk kőből, építettünk téglából, a négyzetes háznál is a ház kellős közepén ott volt az élő tűz. És ennek az élő tűznek szentséges szerepe volt. A magyarnak közvetlen kapcsolata volt mindig az Istennel. Ott tartotta a lakásába. Ott volt lelke kellős közepén. Amikor a gyerek született nálunk, és a példákat akármeddig sorolni tudnám, miután apja kalappal beáldotta a családba, vitte és megmutatta tűznek. Nézd meg, Uram, és áld meg őt. Amikor a lélek készült el ebből a világból, a javósasszonya halottnak a szószólója, amikor lehúzta már a halottnak a szemét, amikor megállította az órát, amikor összekötötte a halottnak a kezét és a lábát, hogy ne kapkodjon az eltávozó lélek után, utána gondoskodott arról, hogy a halottat megmutassák a tűznek. Uram, vedd vissza a lelkét, és utána rögtön eloltották a tüzet. A tűz nálunk szentség. Soha nem voltunk tűzimádók, soha. De a tüzet tiszteltünk, mert a tűz alkalmas arra, hogy megidézze a Teremtő Isten, az élő Istent idézze meg. A tűzbe semmiféle szemetet nem lehetett beleszúrni, semmiféle szemetet. A tüzet etettünk. A tűz minden ételből, hiszen minden étkezés nem kajálás volt és zabálás. Istennek bemutatott áldozat volt, és az én kispolgári édesanyám is még vasárnaponként a húslevesből adott a tűznek. Adott a tűznek a húsból is, hiszen a zsírzója meg a gerince az a tűznek jár. Szóval itt is középen a kályha van, szabad tűzű ez a helység. A házról természetesen jóval többet kellene mondanom, elégedjenek meg most ezzel. Ez a magyar ház, az ősi magyar ház. Azt észrevették, hogy nincs villanyos vezeték rajta, tehát villany ebben a házban nincsen. Ebből egyenesen következik, hogy nincs hűtőláda, nincs hűtőláda, nincs televízió, rádió sincsen ebben a házban, nincs mosógép se természetesen. Juliska néni majd látni fogja, aki a világ egyik legvidámabb asszonya. Juliska néni itt ebbe a kicsi patakba most. Minden csángót el kell, legalább egy patak van. Van, ahol több forrás van és több patak van. Itt van egy deszka, ezen veri ki a fölös vizet a ruhákból, épp úgy súlyokkal, mángollóval vasol, mint ahogy ezelőtt 1000 évvel is tették ezt az asszonyok. Mondta valaki itt, hogy nincs televízió és nincs rádió, sőt, Berszán Béla bátyánk újságot se járat. Ha valaki azt hiszi, hogy tájékozatlan, akkor igen nagyot téved. Az újság az mocskos hazugság. Az újság minden újság kivétel nélkül arra való, hogy azt a kevés okos eszességünket, amit Isten adott nekünk, azt elvegye, azt eltompítsa. Az újság arra való, hogy az ember szórttá váljék, az újság nem arra való, hogy abból az ember lényeges híreket, üzenetet kapjon. Ezt ők nagyon jól tudják. Minden lényeges dologról értesülnek, úgy, ahogy régen is ez megtörtént. De semmi fölösleges dolog nem zavarja meg a gondolkodásukat. Ők magyarok, tudnélik.
Ha megnézik, itt a fű természetesen nem fűborotváva van, lenyírva, hanem kaszálják természetesen. Nincs házi kertészük, aki gondoskodik a svéd fűről, de mindig tiszta az udvar. A városi ember környezete csupa szemét, mondom, csupa szemét. Münchenben ezelőtt 5 évvel a legfőbb gond az volt, hogy a mérhetetlen sok szemetet és egyre több szemét gyűlik össze, hogyan lehet eltakarítani a legkevesebb károsodással. A müncheni költségvetésnek negyed része a szemét eltakarítását szolgálta. Ha az ember környezete szemetes, akkor az ember lelke is szemetes. Ugyanis a szórt, szemetes lelkű ember teszi a környezetét is elviselhetetlenné. Menjünk tovább egyel, hagyjuk itt egyelőre Berszám Béla bácsi. Hát itt van Juliska néni, éppen kenyeret süt. Juliska néni, itt egyáltalán nem látszik rajta az, amit minden városi emberen látok, a fásultság, a fáradtság, a közöny, és még sorolhatnám. Vidám. Tele van örömmel, mondom, vidám, tele van örömben, pedig kétszeres elnyomásban él, román elnyomásban, és a szegénységnek a súlya alatt. Béla bácsi, a kötött csángva ember, az éppen ott megy be a első szobába, a tiszta szobába. És itt van a csángó viselet. Juliska néni igen hamar rávette magát arra, hogy beöltözzön viseletbe. Béla bácsit nem lehetett rávenni arra, mondta, hogy ő nem bohóc, különben sincs ünnem. Ezért az én barátom, Mózer István, aki készítette ezeket a kiváló fotókat, ő öltözött be Béla bácsinak az öltözetébe, csak a kalap hiányzik a fejéről, nyári idő volt, ilyenkor a kisbundát se használják. Ez a gyimesi asszonynak a viselete, itt van hímzés, itt van hímzés, itt fönt a nyaknában hímzés, ennyi. Az a táska, amit mi retikülnek nevezünk, ez természetesen nem népi termék, a turistáktól kapják őt. És egy gyimesi reggel. Gyimes 800 méterrel van a tenger fölött, az a gyimes, ahol laknak emberek. Ebből következően ott a kukorica se terem meg. Ami megterem, az a pityóka. Minden ház mögött ott van a pityókás kert, de a kaibánnál, a nyári szállásnál, az esztén is ott találjuk a pityókát, és nem használnak semmiféle vegyszert, hogy a krumplibogarat elzavarják. Azért nem használnak semmiféle vegyszert, mert arra nincs pénzük, hogy megvegyék, és tudják azt, hogy van egy állat, ami ugyanonnan került Magyarországra, onnan a krumpli, ez pedig a pulyka. Pulyka szinte minden csángó gazdaságban van, és nagyon szereti a krumplibogarat. Én láttam, hogy ez a nagy testű állat úgy szedi le a krumpli leveréről a krumplibogarat, hogy még csak véletlen se eszik hozzá salátát, mert mint krumpli levelet. Hihetetlen ügyesen tudja lecsippenteni, mert nem szereti a krumpli levelet, de a krumpli bogarat annál inkább. Ezen kívül megterem az alma, megterem egyfajta körte, és van cseresznye meg megy, lejjebb itt a hidegségbe csak almafát és körtefát láttam. Ebből a pityókából, a krumpiból viszont kiváló pálinkát tudnak főzni. Ez nem kell semmiféle pálinka főzni, egy fazék kell hozzá, és némi fortély. Amikor mi éppen oda mentünk, amikor betessékelt bennünket Berszám Béla bácsinak befelé, akkor főztek ilyen krumpiból való pálinkát, mert kicsi Szilvesztert várták haza. Ő a regátban volt katona, de nem engedték haza szabadságra, ezért velünk itatta meg a pityókát, hát be lehet tőle pityókázni. Mi a mai napig használjuk azt, hogy valaki bepityókázott, de azt nem tudjuk, hogy a pityókából, a krumpiból ered.
a krumplinak egyik ősi magyar neve a pityóka. Ilyen egy hajnal, mindig ködös, és természetesen korán hajnalban elkezdtünk dolgozni. Én, ahol járom az országon, ott én benne vagyok az életükbe, az ott élő embereknek az életébe. Soha nem mentem néprajzosként, soha nem foggattam őket, mint ahogy Ilona se foggatja őket, hanem beszélgettem velük. Ők épp úgy kíváncsiak az én sorsomra, mint ahogy én kíváncsi vagyok az ő sorsukra. Semmiféle kérdőívet nem tettem a szerencsétlenek elé, de jó velük élni. És ha lehetett, akkor egy hétig ott voltam, ha lehetett, két hétig ott voltam közöttük, és tettem azt a dolgot, amit éppen ők is végeztek, és este akkora beszélgetés volt, a csuda, és egyetlen egy este a beszélgetés alatt többet megtudtam, mint ha valaki terepre megy adatgyűjtőhöz, azaz nem embernek néző őket, hanem valami furcsa létezőnek. Na szóval szénatakarás ideje volt, és kazlott raktunk. Egyik rokon van itt, Csilip István, és fönt a kazalnak a tetején pedig ott van Berszám Béla bácsi, menjünk tovább, megy el. Ilyen magasra rakják a kazlot. És Béla bácsi, aki fönn volt a tetején, mondta Csilip Istvánnak, te úgy fésüld meg ezt a kazlot, de úgy fésüld meg ez a kazlot, hogy olyan menyecske legyen, hogy a szomszédból olyan menyecskét nem talál senki. És ha valaki elmegy itt a Kovács-patak mentén, Sperfi ember, annak a lőcse álljon föl, de álljon föl. A reggelt marháskodással kezdik. Nagyon szeretnek viccelődni, és az egész napot marháskodással fejezik be. Ott ezzel kezdődik a reggel már. István felszól neki, hogy én megfésülöm, szépre fésülöm, de te Béla, te mindig kifogod a javát, te most is a menyecskén tapudsz. Béláról ugyanis az a hír járta, hogy amikor még fiatal volt, most már, hogy Juliska néni mondta, mákos a haja, szóval még nem volt mákos neki a haja, addig úgy utána szeretett nézni a menyecskének, sőt időnként nem csak utána nézett a menyecskének, szóval ilyen híj járt Béláról, és itt is kifogta, hogy ott fönt van né. Most ezek a rudak, amikkel megtámogatják ezt a kazdat, ezek onnan vannak, majd látni fogjuk, hogy a gyimesből nem lehet szekérrel lehozni a szénát. Amikor petrencébe, kicsik az alba összegyűjtik a szénát, akkor kivágnak egy kicsi fenyőt, és arra a fenyőre teszik rá, arra kötözik rá, és vagy lóval, vagy tehénnel húzzák le a gyimesből. Mikor már kiszolgálta magát ez a kicsi fenyő, amit ki kellett vágni, akkor legaljazzák, az a gaj, amit ad a fenyő, az alkalmas arra, hogy kenyeret süssenek vele, mert a kemence befüttése ez az. Éppen elegendő és alkalmas arra, hogy Juliska néni megfőzze ebédét. Ezeket a vékonyabb rudakat használják, aztán villanyélnek is, ez éppen gerebje, mert ha föl kell adni a szénát, akkor ez villanyélnek is megfelel. Amikor nem kell már villanyélnek, pótolni kell ezt a kerítést, amely a tehenet tartja belső telken belül, az életen belül, akkor pótolják vele. Amikor már ide se jó, akkor eltüzeli. Most ezt azért mondtam el, mert minden felhasználódik, minden a maga rendjébe visszakerül a természet körforgásába. Ez a műveltség. Ez a műveltség. A műveltség utolsó szigetét találjuk meg Gyimesbe. Ott is a patakok mentén, és természetesen minden háznál van egy kemence, ezt lefedik, itt sütik a kenyeret, mert nagy esők szoktak erre jönni. Itt az öregeknek a háza, itt is pityókaföld van. Berszán Béla bácsi felesége, Juliska néni öregjeinek a háza, egy telken, ugyanis mi nem toldottuk hozzá a meglévő házhoz a új házaspárnak való fedelet, német szokás ez, hanem mi a belső telken külön házat építettünk az új házaspárnak. Most már egy harmadik ház is van ezen a telken, hiszen kicsi Szilveszter ott maradt gazdálkodni, itt él ezen a telken, neki egy harmadik
ház épült. Ez a magyar települési forma. Már rég nem magyar települési formában lakunk. Itt egy másik fajta ház. Átjövünk a Kovács-patak másik oldalára, és egy egészen másfajta házat látunk. Az előző ház az Borona falu, nagyon könnyen szétszedhető a Borona szerkezet miatt. Ez fecskefarkos illesztésű, ami azt jelenti, hogy jóval nehezebb szétszenni, és ami különbség, nem fazsennely van a tetején, már itt van előszoba, olyan előszoba, ami a városi házaknál fedezhető föl, és hatalmas nagy beton alapot kell építeni. Ugyanis Csilip Péter, nem Csilip István, akit az előbb láttunk a képen, ennek a háznak a tulajdonosa bejár Csíkszeredára dolgozni, egy motorszerelő műhelybe, és ő már a városhoz akarja igazítani a házát. Nagy balfácánság, ezt másképp nem lehet mondani. Az utcához, ami egyben a Kovács-patak, közel építette fel a házát, és amikor a Kovács-patak megdagad, akkor bizony hozzá lenne egy köveket a hegyről, és elsodorná a faházat, ha nem ilyen hatalmas nagy betontalapzatra építeni. Ezen a házon már van villany, ebben a házban már van televízió, de ebben a házban már közel sincs akkor öröm, mint Berszán Béla bácséknál. Eltűnt a virágos kert is, ami a magyar házaknak a tartozéka. Gazdasági épületek, nyári konyhász, Csilipék háza, a pajta, ami egyben egyik része istálló is. Menjünk tovább egyen, megyünk föl takarni, mert ezen a napon takartunk. Berszán Béla bácsival itt látni a kötött csánga embert, hát tessék megnézni, mennyivel válassabb, mint én, neki nem soros üveg válla van. Nem volt magasabb, mint én, illetve nem magasabb, mint én, mert él még, hála Isten. Itt éppen megállt inni, nincsenek kutak. Patakok mentén egyetlen egy ásott kut nincsen, de rengeteg forrás van, és egy forrást így körbekerítenek, mert sok forrás van egy telken belül, kitisztítanak, ott van mindig egy csipor vagy egy pohár, és az ember megszomjazik, ott ihat, innen veszik a ivóvizet itatáshoz, a kicsi patakból, ami keresztül folyik a telken, mosáshoz is természetesen azt használják. Nos, amikor én visszamaradtam itt Berszán Béla bácsival, akkor ő nézte, hogy jó távol vannak már többiek, és mondta, hogy az úr, egy kicsit följebb voltunk már, kátson egy nagyot. Én kátottam, azaz kiáltottam egy nagyot, na ezt vákóba is hallották. És mutatta, hogy egy olyan 100x100 méteres területen végig is lépegette szépen, innen oda át lehet kátani, és onnan tudják, hogy honnan lehet ide kátani, kiáltani. Tehát a jelzőrendszernek, a csángatás rendszerének a maradványa a mai napig megmaradt. A víz nagyon fontos dolog, nekünk magyaroknak különösen, minden más népnek. Fontos természetesen, de nekünk azért fontos, mert szeretjük a tűzzel szentelt vizet. Szertartásaink egész rendszerében bent van. Régen, amikor először fürdették a gyereket, akkor a fürdővizet, ami esővíz kellett, hogy legyen, tűzzel szentelték. 7 élőszenet belesert szentettek. Tűzzel szentelt víz. Régen, amikor a Galga mentén még lakodalmak voltak, hála Isten, ott még egy-két lakodalom akad azért. A lakodalom napján, korán hajnalban, napkelte előtt, a mennyasszonyt, a koszorús lányok lekísérték a Galgára. És a mennyasszonynak meg kellett fürödni a Galgába. Ma már csak megmossa az arcát, akkor, amikor a nap fényessé, aranyossá tette vizet, amikor tűzszentelte a vizet. A tűzszentelte víz az nálunk magyaroknál szentség. Ebbe a fába belevágott a villám. Csilip Istvánéknak a telkén vagyunk. Azelőtt más forrás kutyuk volt, de azóta, amióta belevágott ebbe a fenyőfába a villám, és a villám csapás itt egy forrást szabadított föl,
azóta innen viszik a vizet, mert ez tűzzel szentelt víz. Esztena. Ott látni a Kovás-patak mentét, hidegségbe vagyunk, és ez a nyári szállás. Itt van egy kaiba, a teheneket itt tartják egész nyáron, itt is laknak a kaibába általában. Ez viszonylag közel van a Kovás-patakhoz, ide följárnak fejnítatni, és Eszten a kutyák őrzik ezeket a teheneket. Eszten a kutya nincs más neve, Eszten a kutya az olyan középnagyságú kutya, de állítólag a medvével is szembeszáll, és sikerrel száll szembe a medvével. Egyáltalán nem ideges, hagyja, hogy az ember 2 méterre megközelítse azt a területet, amit neki őrizni kell, de ha tovább akar lépni az ember, akkor tudomására hozza, hogy nincs tovább, ha a gazda nincs ott. Nos, amikor ideért a csapat, mentünk takarni, akkor ennek az Eszten a kutya párosnak a kölkei ott szaladgáltak. És mi Berszán Béla bácsival hátrább jöttünk, és az egyik ember elkezdi mondani, hogy nézd meg azt a kicsi kutyát ott, mi? Annak éppen olyan a tekintete, mint Berszán Béla bácsi. De nézd meg a füle állását, te ahogy a farát mozgatja, szakasztod Berszán Béla. Szakasztod Béla. Ne éljek, hanem Béla. És mondják még azt, hogy mit gondoltok? Béla miért jár föl ide minden étel legalább 2-szer? Hiszen nem rokona neki a tulajdonos. Béla ott mellettem jön, nem szól egy szót se. Mondom, az ember kuka vagy murugya, de valami gond lehet vele. Azt hagyta, hogy mindenki, hogy jó, kimondogatja magából, amit akart heccelésként elmondani, és egyszer csak megszólalt, hogy menjetek haza, ezt otthon a gyerekeitek nézzétek meg. Na ez a gyimes, ez a munkahelyük. Döbbenet. A gyimesben mindenkinek életében egyszer legalább el kell zarándokolnia. Gyimes páratlan a világon, páratlan. Ezek magas hegyek, ezek 1400-1500 méter, vagy 1600 méter magas csúcsok, olyan barátságosak, annyira ölelők, annyira megérzi az ember azt, hogy mitől boldog asszony népe a magyar, mitől kaptuk örök bérbe a Kárpát hazát, boldog asszony ölelését. A jóság, a tisztaság, az asszonyi rend és csönd, az asszonyi ölelés, az mind-mind itt jelen van. Az a fajta nyugalom és csönd, ami sehol másutt nem. A csángók, mivel nagy állatot tartanak, ki kellett, hogy vágjanak nagyon sok fenyőfát. De megfigyelik, eddig is megfigyelték a képeket, teljesen nem írtották ki, tarra nem írtottak. Hiába fogják rájuk azt, hogy tarra írtottak erdőt, tarra teljesen tisztára csak kereskedő írtatott erdőt. Ők nem. Ha eltelepednének innen, egyelőre jó érzik magukat itt, akkor egy ember ölt alatt visszatelepedne az erdő. Ha valaki járt a gyimesbe, tele van kicsi csemetékkel, ahol nem kaszálják, ahol nem legeltetnek. Ott már jön vissza az erdő. Vissza jön az erdő. Vissza. Ők nem tékozolják, nem elfogyasszák, hanem használják Isten ajándékát, a teremtett élő mindeneket használják. Világ legműveltebb népe, itt takarunk, éppen szénatakaráson, kalákába végeznek minden munkát, ezt is ott csinált. Ebéd, amikor harangszó van, akkor ebédelünk. Amikor reggel harangoznak, akkor ültünk a reggelihez. Amikor délbe harangoztak, ha kint fogyasztott el az ebédjét, az étkét az ember, azt is déli harangszónál tette. És este ugyancsak harangszókor ült vacsorához. Rendje volt a világnak, Isten adta rendje, az élő Isten adta rendje volt a világnak. Hiányzik az életünkből. Egyetlen egy bolond ember volt a sok közül, ez én vagyok, mert félmesztelenre vetkőztem, és éjszaka alig tudtam aludni. Aztán, amikor befejeztük az ebédet, akkor itt a hűsön eldőltek a többiek,
tovább folytatták a csipkelődést természetesen, meg énekelgettek. Én meg fél óra után, mert a szakszervezet akkor fél óra ebédidőt írt elő, és ez belém volt rögződve, fogtam a gerebjét, és próbáltam tovább dolgozni, senki nem jött utánam, visszajöttem. Igen. Itt egy család dolgozik Kalákába, kicsi gyereknek is megvan a kicsi gerebjéje. Amint elmúlott 7 éves, már kötelező neki a munkába részt vennie, és jól van ez így. Belenő a munkába. 7 éves korig játszhat természetesen. 7 éves korig nem kötelező neki, ha belekezd valami munkába, hogy ezt be is fejezze. 7 éves kor után ez már kötelező. Itt van az a ló, amelyik majd viszi le a bogját. Ittni látni, hogy hozzákötik a bogját a lóhoz. Csuda az, mikor innen is, meg onnan is, meg amonnan is húzzák le tehénnel, lóval ezeket a szénabogjákat, és kiabálnak át egymásnak. Olyan vidámság van, de olyan vidámság van. Ilyenkor mindig a tiroliakra gondolunk, akik tudnak úgy halihózni, pedig magyar vidéken is. Ugyanezek a halihók egy kicsit másképp, más dallammal természetesen előfordultak. Mi megcsodáljuk az indiánt, amikor az indián ki akarja vágni a fát, előtte bocsánat kér tőle. Amikor én itt fönt voltam, tettük ezt a takarási munkát, ki kellett vágni fát természetesen Berszán Bélának is, hogy rá tudja tenni a szénát, a petrencét. Mielőtt kivágta volna a fát, levette a kalapját, ott állt előtte egy percig talán némán, és utána minden indulat nélkül kivágta a fát. Ugyanis ezen a vidéken csak akkor vágják ki a fát, amikor az alszik. Vagyis farkas napjától, október végétől, egészen január 20-áig, sebestény napjáig lehet fát kivágni, közben nem, mert elvérzik a fa. Risszrosz butorfa lesz belőle, és ócska épületfa. Tele van nedvel. Na szóval, ugyanazokat megkapjuk, amit az indiánoknál megcsodáljuk. Indiánok ők, mi magyarok, indiánok vagyunk itt Európában. A titok őrzői, a természetesség őrzői, a legnagyobb jó, a szeretet őrzői. Utolsó mohikánok itt a Kárpát-hazában, még ilyen romlottan is. Ők különösen őrzik ezt. Látjuk, ahogy fölfele is ontatni kell ezt a petrencét. Egy kislány az, aki vezeti a lovat, ez a kisfiú meg pöröl a kislánnyal, hogy ez nem neked való, hogy lovat vezetsz, ez nekem való, aztán hogy meggyőzi a nővére, hogyha majd nagyobb lesz, akkor ő is vezetheti a lovat. Nem, hogy nem szeretnek dolgozni, hanem vetélkednek azért, hogy dolgozhassanak, és hogy nagyobb feladatot végezhessenek el. Egy embert akar, ez teljesen ritkaság a Gyimesben. Lemaradtam én Csillip Péter feleségével, Anuskával, mert ő füvesasszony. Füvesasszony is, ahogy mentünk, ballaktunk át egyik erről a másikra, mindig lenyúlt úgy 10 méterenként, és mondta, hogy ez ilyen fű, az meg amolyan fű, ezt ekkor kell szedni, akkor kell szedni, így kell szárogatni, úgy kell szárogatni, ez erre jó, arra jó. Szóval mesélte füveket, és egyszerűen nagyon begorombul. Nem tudtam, mitől jött méregbe szapora beszél Anuska, de hamarosan megtudhattam tőle, mert mondta, hogy én nem értem magukat, városiakat. Magik ebből a fűből, már nem tudom milyen füvet mutatott, egy hódat vagy két hódat bevetnek. Azt hiszik, hogy az gyógyít. Nézze meg, hogy ezt a füvet hányféle más fű veszi körbe. És azért, mert sokféle más fű veszi körbe, azért erősnek kell neki lenni. A városi ember nem művel. Azt, ami naturlandként reklámoznak a televízióban, nyugodtan el lehet felejteni. Semmi köze az élethez. Semmi köze. A gyógyításhoz se természetesen. Szóval, amikor ideértünk Anuskával,
Anuska oda köszönt ennek az embernek, ez az ember nem köszönt vissza. És ilyet én nem tapasztaltam Csángó vidéken, hiszen ott jár az ember, előre köszönnek, és Isten áldását kérik rám is, meg a családomra, és különösen Csíksomlyó alkalmában ott az ember. Baba Mária áldja meg magát a családjával együtt. Ez az ember nem köszönt vissza, odavalósi. Kovászpatok menti. Azt Anuska elmondta, mikor tovább értünk, hogy ennek az embernek a felesége öngyilkos lett. Megkísérelte az öngyilkosságot, már többször, de minden alkalommal az ember észrevette. Az ura azt levágta a kötérről. De a harmadik alkalommal, amikor észrevette az ember, hogy valami nagy csönd lent körülötte, az ember azt is észreveszi, hogy egy macska döglik meg a környezetébe, hát még amikor a felesége leheli ki a lelke, ebédelt éppen, szaladt ki a pajtába, de már nem tudta élve levágni a feleségét. Az a hír járta, hogy időnként megverte az asszonyát. Kikapós asszony volt, csinos Csángó asszony, és lelki furdalást támadt benne, hogy talán az asszony azért vetett véget ilyen gyalázatos módon az életének, mert ő verte. Attól kezdve nem ment templomba, attól kezdve nem ment el a kocsmába, attól kezdve nem ment el semmiféle kaláka munkába. És nem hívott senkit kaláka munkára. Egyedül takarít is. Szakállat növeszte. Jó, hogy hagyta magát lefényképezni. Szakállat növeszte. Nem vette észre, hogy lefényképezzük. Annyira önmagába volt roskadva. Szakállat növeszte. Csirp Anuskától kérdeztem, hogy hogy van ez. És ő mesélte, hogy aki valamilyen nehéz gondot hord a lelkén és a szívébe, aki úgy érzi, hogy vétett az Isten ellen, jó Isten ellen, az itt nálunk addig, amíg nem tisztázta ezt a Teremtővel, addig kivonul. Nem a közösség tiltja ki azt az ember, amelyik vétett a Teremtő törvénye ellen, hanem az ember maga vonul ki. Mert ezt neki mondta Anuska, közvetlen Istennel kell tisztázni. Mi ebben úgyse tudunk segíteni. Most ez a bölcsességnek és az erkölcsnek a legmagasabb foka. Erőszakkal senkit nem akarnak megváltani, erőszakkal senkit nem dugnak sehova, hogy ma ő megjavul. Fogják, hogyha baja van az embernek azzal a törvénnyel, ami a teremtett őli világot rendezi, akkor ő maga intézze ezt. 3 éve utána, hogy ezt fényképeztük, jött a hír Anuskától, hogy visszaköszönt. 3 évig vonult ki a társadalomból, 3 évig tartott az, amíg megtisztult. Amíg elintézte ezt a dolgot, közvetlen a Teremtő Istennel. Ez az Isten hit, nem a vasárnapi vallásosság. Tisztelet a kivételnek legtöbb esetben semmi köze az Isten hithez. De sehol máshol nem tapasztaltam, mint itt Gyimesben. Esteledik. Illetve, de hogy esteledik, lefele bukik a nap, megnyúlnak az árnyékok, és valami döbbenet. Tehát a fénykép nem tudja visszaadni. Ami Gyimesben zöld, az sehol nincs a világon. Isten annyira szeret bennünket, csak mi nem szeretjük viszont őt. Tessék megnézni. Istenem. Na, hosszúak az árnyékok. Nem, mert fáradtam, megy én takarás után ajlékába. Itt van Csilip István, aki reggel segített ott a kazal építésébe. Vonul be a saját telkére. Este ott voltunk nála. Természetesen mindenkit vendégül látott.
és jó ribizlibor mellett, szőlőseterem, meg ott mindent cserélnek maguknak, vagy esznek, amiük nincsen, de igen sokat cserélnek még a románokkal, amit nem terem meg. Sokáig elbeszélgettünk.